Mit tudok? Na, elküldeni ilyen videófelvételt. Persze, YouTube-on. YouTube-on? Ha? Akkor majd küldjél. Légy szíves. Szent János kápolnában vagyunk, amely úgy a turista útvonalnak, mint az zarándok útvonalnak is az utolsó állomása a Bialycskai Sóbánya területén jelenleg. 2005 óta helyezkedik itt el ez a kápolna. Egyébként az egyik legrégebbi kápolnák közé tartozik, a legelső szentmisét 1859-ben tartották a kápolnában, és egy év után, ahogy megnyitották a kápolnát, egy erős vízbetörés elmosta teljesen, és pár száz évig nem is tudtak róla, hogy hol van. Szintén pár száz évig, mert 1860-ban eltűnt valahol a bányában. És 2005-ben kerültek elő, felújítási munkák során bizonyos részei volt a kápolnának, aztán megtalálták egészében, biztosulunk a keresztán, aminek semmi baja nem történt. A többi részét felújították a kápolnának, és 2005 óta itt megnyitották, mert akkor már arra gondoltak, hogy zarándok útvonalat is nyitni fognak a bányában, és kell egy olyan hely, ahol ha misét tartanak az ide érkező zarándokok, nem zavarják fent a turistákat, és a turisták sem zavarják a misén résztvevőket. Tudom, hogy nagyon fáradtak. Több lépcsőn már nincs, most már csak egyenesen megyünk a liftig. Nagyon szépen köszönöm, hogy mi is köszönjük. Legyenek kedvesek, jönni megyünk.